Megmutatjuk, miért nem lesz közös beszélgetésünk Noárral. Duró Dóra! Várjál, hogy mondjam ezt szépen. Duró Dóra nagy sikere. Veszélyben a magyar média és a keresztények. Ha megint kettősök vannak a TikTokon. Ezt már nem sikerült szépen mondani. Szevasztok! Kezdődjön a hét, csodás hét. Megvagytok? Megszoktad az óraátállítást? Vagy most teljesen ki vagy? Fú, nagyon ki vagyok. Ó, ez egy teljesen. Nem értem ezt a világot. Már én egy másmilyen világban nőttem föl. De hát amúgy nyilván, mivel egy órával többet aludhattunk, ezért semmi probléma nincs. Én kihasználtam ezt az időt csak. Na, mire használtam? Alvásra? Arra, hogy ha már átállítottuk az órát, és én be vagyok állva a 7 órási kelésre, és régóta akarok 6-kor kelni, hogy majd tudjak edzeni, hogyha nem köhögök végre. Ezért most, ugye megszokta a szervezetem, hogy mikor kéne kelni, az most már 6 óra, úgyhogy 6 órára állítottam az ébresztőt, és olyan simán fölkeltem, mint az állat. Na jó, nem is tudom, mivel kezdjünk. Gyors híreink következnek. Kezdjük! Hírek, amikről nem vagyunk hajlandóak hosszabban beszélgetni. Egy percben. Legendás párt tér vissza a magyar politikába, ugyanis a Jobbik konzervatívokba beletagozódik a független kis gazda párt. Ami még nem is tudtam, hogy létezik. Én se. Hát mindegy. Újabb viccpárt a palettán. A Jobbik. Felfújható gyerekmedencékben gyűjtik a vizet a beázó MOL felhőkarcolóban. A magyar építészet csodája. És még fel se fújták rendesen. Nem, csak oda baszták őket. De ez most Magyarország legmagasabb épülete? Nem, az valami tévétorony, de Budapest legmagasabb felhőkarcolója. Felhőkarcolója. De ahhoz képest ez nem olyan magas. Engem jobban érdekel, hogy miért van fasz alakja. Hatházi Ákos megint odadugta az orrát, ahol nem kéne. Meglátta, ahogy Rezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, másodmagával átadt két padot. Két padot, bazd meg. Menjen összegyűltek ott, nézd, ünnepség van. Gyerekek, huszár mentébe, bazd meg. Nézzétek, ezt a padot átadták. Hát igen, más országokban rendes felhőkarcoló van, meg több pad. Meg de nem kell kimenni a fél parlamentnek ahhoz, hogy két padot. De tényleg, bazd meg, Rezsák Sándor, ez hogy lehet komolyan venni így a parlamentet? Ki megy azt a két padot felavatni? De várjál, mert elnevezték az egyik padot Móricz Zsigmondról, a másikat Serfőző Simonról. Szerintem korrekt. Ezért szerintem most Móricz azt mondja a túlvilágon, hogy itt most már végre megbecsülnek. Olyan fura nekem az, ezek gyerekkoromban, amikor ilyenek voltak, vagy még a kommunizmusban, amikor ilyenek voltak, az még régebben is volt, akkor azt gondoltam, hogy ez ilyen röhelyes, hogy mondjuk egy ilyen padot így átadnak ünnepélyesen, ez ilyen paródiákba jellő, de én nem azt kérdezték, hogy 2023-ra, már ilyen nem lesz, ez röhelyes, ez bárki érti, de komolyan átadnak meg 2023-ra egy padot, és egy ünnepség beszédet is mondott. Krisztusom, még egy színpadot is odavittek. De várja, ez október 23, hogy rajta van a kokárda is? Lehet. Ez volt az ünnepség, hogy átadták azt a padot. De jó, bazd meg. Valószínűleg ez a rendezvényem úgy drágább volt, mint a pad, de mindegy. Nézd, meg is szentelik. Megszenteli a padot, keci! Azt várom már, tényleg, mi az, amit még át tudnak adni, ami ennél is kevesebb? Mi az a minimum, amit átvertem? Tévés kiment, látod. Tényleg, mi lehet? Már átadtak ugye földutat, átadtak padot. Már ennél tényleg mi egy hokedlit? Mi az, ami közösségi? Egy táblát? Egy kresztábla? Egy emléktáblát? Nem, egy kresztáblát, amit amúgy is ki kéne rakni. Nem tudom, egy kukát? Egy nem, kukát? Nem, mert hasznos lenne. Igen, az véletlenül túl jó lenne. Nem, hogy az tényleg paródia, nem? Nem érezték ott az emberek, amikor ott voltak, hogy én most egy pad átadásom vagyok, beszéd után még jön a pap is, és megszenteli. Ez egyszerűen elképesztő számomra. Pillanat, jössz a pad átadásra? Jön a Rezsák Sándor. Ja, hát... Ja. Nézd, azt írják, hogy Navracs is már adott át zebrát. Aha, az már közel van, az tényleg, az van a kreszben. Ez nagyon közel van. Írjátok le kommentbe, hogy mi lenne a legszürreálisabb átadás. Erre nem számítottam, pedig egy zebra átadás volt. Ez igen. Nézd, hogy összegyűltek az emberek, hogy átadják ezt a zebrát. Micsoda, hol? Puszta Miskén. És elment oda a Navracs is azért. Azt nézd, hogy nézd. Hát ez nem egy szar zebra. Ezt nem sikerült lefotózni, hogy valaki használja is. Annyira meglepődtek ezek a vidékek, még most látnak először ilyet biztos. Mennyibe kerülhet egy zebra amúgy? Hát annyiban, mint ez a szalag meg az átadás szerintem.
Nézd, hogy válják a nyugdíjas nénik? Jött a Navracsics. Amúgy, hogyha ne arra, hogyha a faluba jönne a Navracsics, én is ott lenni. Mondjuk lehet, hogy mást kérdeznék tőle, mint nézd. Ezek az emberek, de... Jó, figyelj, ez nem rossz zebra a basszus azért. Ez azért fullos zebra, igen. De azért van egy vicc faktor ennek is. Próbáljátok ki, hogy írtok amúgy a valamelyik minisztériumnak, vagy valamelyik miniszternek, hogy tessék már eljönni itt a nem tudom milyen születi bálba, vagy a faszom tudja. Biztos eljön, nem? De így meglátta ezt a papírt, ott így nézte a Navracsics, hogy egy zebra átadó. Hát oda puszta miskére csak elmegyek. Ha, ja, hát nyilván. Mától, ami nem ma van, hanem már több napja, a nemzetközi vonatok utasait is pótlóbuszok szállítják az egyes vasútvonalon. Ezúton is üdvözöljük az összes külföldit, aki próbál nyugatra menekülni. Vagy magyart. Rétvári Bence, akiről ugye múlt héten hallhattunk nagyon remek dolgokat, például az, hogy nincsen gond a kórházi fertőzésekkel. Azt mondja, hogy 17 közúti tömegbalesetből 12-t embercsempészek okoztak Magyarországon tavaly. Talán meg kell csinálni a határzárat, Rétvári. De hogyha ezt kommunikálod, akkor legalább annyit megtehetni, hogy megpróbálod megakadályozni, nem? Vagy kinek a hibája ez a Gyurcsányi? Embercsempészeket engednek szabadon, bár tudjuk, hogy nem osz, nem szoroz, de a határkerítést teljesen telibe szarják. Köszönjük, Rétvári, ezt a 12 tömegbalesetet. Mencer Tamás, másik prominens fidesznyik, szeretett volna a természetvédelmi területen egy keresztet felállítani és avatni. Gondolom neki nem jutott zebra, és hát a videó is elmondja nekünk, az meg minek majd tépem itt a számot, amikor a Mencer a saját szavaival is lejáratja magát. Szeretném a Nagykovácsiban, illetőleg az egész országban élőket tájékoztatni az itt felgyújtott kereszttel kapcsolatban. Mint a sokak előtt ismert, itt a Nagyszénás hegyen hosszú ideje állt egy kereszt, és ezt a keresztet augusztus végén elfogadhatatlan vandál módon felgyújtották. Örülök, hogy a politikusoknak mindig a fontos dolgokra van ideje. Erről bazánk napokig fog beszélni, videót csinál, elmegy, jön, intézkedik, bárcsak egyszer ilyen aktív lenne valami fontos ügyben. Hát nincsen megélhetési válság az országban, a nyugdíjasok nem halnak éhen, és a kórházakban pedig nem halnak meg emberek a semmiben, csak abban, hogy bemenne. Azt gondolom, és az én felfogásom szerint elfogadhatatlan az, hogy Magyarországon bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között keresztet égessenek. Kinek ártott ez a kereszt? Hol van az égetett kereszt? Nem akarja megmutatni, hogy elhívjam én is. Hát csak egy helye van a keresztnek. De amúgy ettől függetlenül, hát így történt. Most hát jó, nem most bemondásra hívjam el. Én azt mondtam akkor, hogy mindent megteszek azért, hogy itt újra kereszt állhasson, és a kormányhivatal az ehhez szükséges engedélyt kiad. Én ezt megszavaznám a következő 4 évre is, mert látszik, hogy csak a fontos dolgokról beszél. Ez a 4 évre a küldetés, hogy ezt a keresztet helyettesítse. Már megérte. Azonban vannak olyan emberek, akik nem akarják azt, hogy itt kereszt álljon. Ugyanis Füri András igazgató úr kiadott egy nyilatkozatot, és azt mondja, hogy ő nem akarja azt, hogy itt kereszt álljon, nem támogatja a kereszt felállítását. De miért? Igazgató azért, úr, mert keresztény üldöző. Nyilván. Ugyanis, hogyha mi itt keresztet állítunk ezen a 20x20-as talapzaton, akkor elpusztítjuk a... Ezt nem tudtam megjegyezni, te tahó! Lánykökörcsit! Bocsánat. Biztos, mert ez felnőtt ember. Olyan nehéz komolyan vennem felnőtt emberként egy ilyen embert, aki így ezen hisztizik, hogy itt egy helyen, ami nem is az övé, meg semmi köze nincs hozzám, mert valószínűleg a igazgatónak kicsit jobban ismeri a környéket, meg több köze van az egészhez, és hisztizik baznak, hogy nem lesz kereszt neki. Állj is fel akkor a kertedben, baznak. De az egyik az, hogy Mencer Tamás bazdmeg nem képes saját szavaival elmondani, meg megjegyezni, így mondjuk 5 információt megjegyezni, és azt így körülbeszélni a saját szavaival. Hát ilyen a legalkalmasabb ember, ugyebár. A másik pedig az, hogy nem képes felfogni azt, hogy miért lehet esetleg természetvédelmi probléma vagy kockázat, hogyha oda egy zarándok helyet csinál a Mencer Tamás. Nagyon fontos, hogy ott legyen az a kereszt, mert ez neki nagyon fontos, mert igazából nem tudom. Húszszor-húszas talapzaton, akkor elpusztítjuk a leánykökörcsint. Úgy néz a leánykökörcsin, mint hogyha az egy nem létező dolog lenne, miközben egy keresztet akar épp fölrakni. Nekem az a kedvencem, amikor így eszébe jut, hogy nem tudja, hogy miről beszél. Elpusztítjuk a
és kinyitja a papírt. Igen, egy ilyen, faszomat, és mondja, zseniális, mert értem, hogy számára melyik a fontosabb, de a lájkökörcsény az egy bizonyítottan létező dolog. Miért nem lehet máshova rakni azt a keresztet, ami meg, hát nem tudom, most ez kinek fontos amúgy, hogy ott legyen? Igazgató állítása szerint akkor kipusztul az árva levelű len. Te idióta barom. Nem attól pusztul ki, hogy odarakjátok azt a keresztet. És nem, tehát nem a faj hal ki, hanem hogy ott, ahova oda járnak majd az emberek, ott összetaposnak mindent, meg letépkedik a virágokat, mert azt látják, hogy ott sok van belőle, de mivel máshol nagyon kevés van ezekből, ezért az is probléma, hogyha ezeket a még megmaradt helyeket, ahol vannak, azokat letaposod és letépkeded. Nem érti, most egy politikus nem azért fizetik, hogy összefüggésekbe lássam. Egy sportkommentátor politikus. És hogyha mi itt keresztet állítunk, akkor elpusztítjuk a borzas vértő. Istenem, milyen... És úgy olvassa fel, mintha ezt kitalálta van az igazgató, hogy nézzétek, milyenről helyes, ezek a növényeket elpusztítjuk, de közben én engem vegyetek komolyan, akit hisztizik egy keresztem, bazd meg. Szerinted a Mentszer Tamás az egy borzas vértő tagadó ember? Az mondja, hogy ez nem létezik. Idióta barom, agyhalott. Hát de most mit mondjak erre, tényleg? Felnőtt ember. De nem... Aki dönt dolgokról, vagy nem tudom. Ez az ember államtitkár. Méghozzá külügyi, valami külkapcsolatokért felelős államtitkár. Mi a faszom, bazd meg. Annyiszor változtatják. Van még olyan, aki nem akarja azt, hogy itt kereszt álljon. Ilyen a Nagykovácsi Természet és Környezetvédő Egyesület, ilyen egyesület az említett csapat. Biztos a soros pénzeli a természetvédőket is. És most tényleg úgy érzi, hogy park igazgatója se akarja a természetvédelmi egyesület, és most itt kiáll, és majd mindenki őt fogja tapsolni, hogy mit vár. Amúgy ez megmutatja a hozzáállását a természetvédelemhez is amúgy a kormányzatnak, hogy egy államtitkár kiállhat büntetlenül egy ilyen hülyeséget beszélni. De én megértem azt, hogy ott valaki felgyújtotta és feldarabolta a keresztet, és akkor mondjuk valakinek, aki egy hívő keresztény, annak ez egy fájó pont. A Mentszer Tamásnak nem hiszem, de valakinek, aki egy hívő keresztény, annak elhiszem, hogy ez egy fájó pont, és hogy mondjuk szeretné, hogyha ott újra egy kereszt lenne, de talán ilyenkor le lehet ülni beszélni, hogy biztosan a természetvédelmi övezet központjába szeretnénk egy ilyen. Nézd, ezek a fajok fognak veszélybe kerülni, hogyha odarakjuk vissza ezt a keresztet. Mi lenne, ha keresnénk neki egy másik helyet? Ezt egy hívő keresztény erre azt mondja, hogy ilyet nem. Nem tudom. Nem hiszem. És sajnálom ez a csávó. Elnök azt, hogy megtámadta a kormányhivatal engedélyét a bíróságon. Tehát most lesz egy bírósági eljárás azzal kapcsolatban, hogy itt állhat kereszt, vagy sem. Krisztus, Atya Úristen, ez az ország. Hát, ezzel vannak elfoglalva, hogy bíróságon hadakozzanak egy kereszt helyére. Legalább kormányozni tudna. Ugyanis Vojcek Judit elnök asszony és csapata is azt állítja, hogyha itt a keresztet újra felállítjuk, akkor kivégezzük a nagy rókalepkét, és kivégezzük a fűrészlábú szöcskét. Annyira gyalázatosan szégyellem magam. A Mentszer Tamás nevében szégyellem magam. Elfogytak a szavak. Ekkora tahú legyen valaki, bazdmeg. Szaporodóképes felnőtt ember. Utóbbiban nem vagyok biztos, de hogy ha már tényleg lassan 10 virágot felsorolt, az nem elég ér? Nagyjából 4 vagy 5 növénynél és 2 állatfajnál tartunk. Ja. Félreértés ne essék. Én a környezetvédelmet nagyon fontos ügynek... Mindjárt elhiszem, bazd meg! Előbb még úgy olvasod, hogy kövér daravirágot. Milyen buzik, bazd meg! Ő is csak a tulipáról hallott meg a hóvirágról. A többi virág az mind kitaláció. A madarak meg nem léteznek. Kussoljál! Édes Istenem, ez az ember. Egyik legnagyobb szószólója amúgy a kormányzatnak ez a Mentszer. Rendkívül fontos ügynek, de nyilvánvaló, hogy itt nem a környezetvédelméről van szó. Majd te megmondod, te idióta baromba, az meg politikus, semmihez nem értesz, de te jobban tudod, mint a környezetvédők, vagy a Nemzeti Park igazgatójánál is jobban tudod, hogy ez miről szól, meg hogy hova kéne mit rakni. Tényleg ilyenkor elhiszi, hogy idejövök, és majd jobban tudom, mint ő. Bocsánat, a Mentszer Tamás ért valamihez, ugyanis sportkommentátor volt, és foci meccseket közvetített, és például fel tudta olvasni az embereknek a neveit így egy papírról, és mondani, hogy
ki passzol kinek. Jó, akkor ne haragudj, akkor biztos a... De lehet, hogy a természetvédelemhez a Nemzeti Park igazgatója az jobban ért. Nem biztos, nem biztos. Lehet, hogy egy sportkommentátor mindig jobban ért egy Nemzeti Park igazgatónál a környezetvédelemhez. Hát a Fideszben, igen. A természetvédelemhez. Nem sokára ő lesz ez az igazgató, nem vagy. Minden helytetőn keresztek lesznek. A halomba fognak égni a leány kökörcsinek. Itt valami egészen másról van szó. Na miről van szó? Mi lesz a nagy következtetés, a te idióta barom? Amit Füri András igazgató úr, a Dunai-Pony Nemzeti Park igazgatója, és Wojciech Judit elnökasszony csinál, az a modern kori keresztény üldözés. Te keci buta vagy, te jó Isten. Amellett, hogy még a Dunai-Pony Nemzeti Parkot nem is meg... olvasnia kell-e. Amúgy nem borzasztál titeket, hogy amikor egyértelműen látszik, hogy a megválasztott képviselőitök mennyivel butábbak, mint egy átlagember. És ez engem, ők döntenek a mi életünkről, miközben láthatóan sek hülye bazd meg. És méghozzá rossz indulatú, felfúvalkodott hólyag is mellé. Az, hogy valaki buta, még az nem lenne baj, de hogy mellé ez a mindent jobban tudok hozzáállás, az viszont már veszélyes. Amúgy az a probléma, hogy ugye lehet megint arról van szó, Ádám, hogy azt mondták, hogy na megint be kell vezetnünk még egy adót, meg ugye most lehet, hogy kiderülnek majd dolgok a kórházakkal kapcsolatban, úgyhogy valakit küldjetek már ki hergelni. És akkor Mencer, kipörgették a izét, az üveggel a Fidesz székházba, és a Mencer Tamás. Akkor nem gondolt arra, hogy lehet, hogy keresztény üldözés folyik, vagy lehet, hogy vannak jogos érvek benne, de nem. Egyetlen következtetés lehet az, hogy keresztény üldözés folyik. Valószínűleg a Dunai-Pony Nemzeti Park igazgatósága ment ki, és gyújtotta fel azt a keresztet. Valószínűleg valami pogány tánccal körbe táncolták az égő keresztet. És aztán... a keresztények, a magyar mai így nyomták. Valószínűleg keresztény emberáldozatot is bemutattak, egy szűz keresztény embert ott feláldoztak. Ezek után még a lánykökörcsére hivatkoznak. Mert így, amúgy így, szerintem így igaza lenne a Mencernek, hogyha ez történt volna. A kereszt tehát megtudta, hogy milyenek a keresztények itthon, és spontán öngyulladás. Szerintem ez lehet. De kurva jó, hogy bemenne bármelyikük a templomba, és elkezdenek vérezni így szemből a szemképet. Lejönne Jézus, és azt mondaná, mondjuk még neki se írnének a fideszesek, szóval tök mindegy, hogy ez röhelyes, és Csettinden és összes templom összedőlne, mondta, hogy ezt a brandet innen most kivezettem, mint Oroszországból a McDonald's-ot. Láthatóan nem becsültek meg, és olyan dolgokat csináltok a nevemben, ami tényleg már kurva kínos nekünk is a faterral, úgyhogy akkor most eznek most legyen vége. Nem lehet, hogy ez... Azt mondanák, hogy Soros. Soros fizeti Jézust. Nem az én Jézusom, hashtag. Én amúgy azt nem értem ebben, Ádám, hogyha még hogyha ez is van benne, hogy tényleg ezeket a sektitánokat így kihajtják a rétre hülyét csinálni magukból. Mennek ezek maguktól is szerintem. De ez nem egy finom Mihály szerintem. Nem kihajtani kell, ezeket néha össze kell szedni, hogy egy helyen legyen. Valami az irodában is legyen. Igen, gyertek szavazni kell, fogjátok már be a rétről a Mencert, meg a többi idiótát. És akkor mennek ilyen izébe. Lepkehálókkal. Gyere Tamás, meg kell szavazni a, nem tudom, alkotmánymódosítást gurva gyorsan, úgyhogy üljél be. Beviszik, így habzik a száját, keresztény jól van, semmi gond. Úgy van, két ember egy-egy bádoglappal így terelgeti irányba. Who's that Pokémon? Mencer Tamás. Szóval én azt nem értem, hogy nem égnek el ezek az emberek, és... Úgyhogy most is az volt, hogy egy szavazásra, és így meglátták ezt, hogy pazd meg, neked kellett volna a Tamásért menni. De úgy volt, te fogod be most. Hát látod, mit csinál, kimegyett egy napra, pazd meg, hát meg van őrülve. Én már egyedül nem megyek ki múltkor, és megmart. Ádám! Igen? Miért nem égnek el? Hányszor lehet eljátszani, hogy a Mencer Tamás egy futóbolon? Hányszor lehet eljátszani anélkül, hogy legközelebb ne szavaznák meg? Vagy ezek direkt azok, akik listáról kerülnek be, és ez a taktikája a Fidesznek. Ez az értelmesebb fideszesek közül van. Ez a legokosabb fideszes. Bárki, illetőleg mindenki, aki valamilyen oknál fogva fontosnak gondolja azt, hogy ez a kereszt itt újra álljon, és a keresztet fel tudjuk állítani, mindenki számíthat rám.
És aki éhezik, aki meghal épp a kórházban. Az kussoljon, meg akinek fontos a környezetvédelem, az is kussoljon. Amúgy meg fog lepődni, amikor mindenki szarik ebbe az egészbe, és lehet, hogy meg fog lepődni. Nagy, hosszú, kemény harc lesz. Pár évet erre szánnom kell, ne haragudjatok, rohadjatok meg a sulitokba, meg ahogy éheztek ott. De ez egy hosszú és kemény harc, és szimbolikus. Ha ezt újra felállítjuk, akkor legyőzzük a köcsök természetvédőket, és újra a kereszténység győzedelmeskedik. Hallom, hogy komoly erők vonulnak fel a túloldalon. Valamint a helyi természetvédő egylet, meg a Dunaipoly Nemzeti Park. Geci, bár lenne egy Dunaipoly Nemzeti Parknál hatalmasabb erő ebben az országban. Azt úgy elképzelem, hogy a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatója így, mi a fasz ez? Berakta ezt a videót, és így, ahogy ott cringe-elhetett rajta, az amúgy egy nagyon jó content lett. Pedig csak annyi volt, kapott egy aktát, behozta valamelyik csinyója, hogy végre eltűnt onnan ez az alándok hely, és akkor így most lehet, hogy egy kicsit rehabilitálni tudjuk a természetvédelmi területet. De akarnak megint keresztet film, mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy nem? Ja, jó. És akkor ment el. Szerint... Keresztény üldözés! Fú, bazeg, amúgy az a gond, hogy annyira kínos az egész, hogy én nem is tudom, hogy már, hogy kínomba nevetek ezen, vagy azért, mert vicces, ilyen furcsa kettőség van bennem állam. Kényelmetlen. Kényelmetlen az, amit... Ki az a néppártyás? Nem... Jakab. Jakab Péter. Tóth Jakab Péter. Tóth Jakab Péter. A Jakab Péterli magaslatok ezek már, úgy érzem. Ez nekik kéne. Amúgy nagyon hasonló. A Menczer Tamás lehet, hogy a Fidesz Tóth Jakab Péternek. Egyszerűen elültetted a filmbe. Valószínűleg óriási egyetértés lesz a Menczer Tamás Facebookján. Amúgy szoktuk látni elég gyakran, elég kemény szavakkal illetik az ilyen bejegyzéseket az emberek. Ja, ez az érdekes, hogy még a saját platformjaikon is elég sok ellentétes hangot lehet hallani, és valahogy a végén meg mindig összegyűlik az a ország 32%-a, hogy leszavazzon rájuk. Nézzük a Bohár Dániel, meg a Deák Dániel, meg ilyenek kommentenek, fantasztikus. Egészen döbbenet, hogy itt tartunk. Magyarország egy 1100 éves keresztény állam. Egy kereszt felállítása ne legyen kérdés, mondja Bohár Dániel, a nem túl jó értesülő. Örülök, hogy ezek a legnagyobb rajongók. Nem a nép, hanem jön a Bohár Dániel, riporter felszopkodni, Deák Dániel. Ezek már olyanok, mint hogyha ilyen ChatGPT kommentek lenne, mert nem hiszem, hogy erre van időkéteket, mind ők írják, mert minden ilyen izékhez egymást kommentelgeti. Ez felháborító. Ezekben a nehéz időkben, amikor a kultúránk létét alapból fenyegetik Európában, ami ellen a nemzetközi baloldal és itthoni képviselőik semmit sem tesznek, akkor közösen összefogva kell fellépnünk. Akkor álljon itt a valóság. A terület több évtizede védett, és Európa diplomás terület. Semmit sem lehet oda építeni, ami nem a környezetvédelmi célokat szolgálja. Soha semmire nem adtak ki engedélyt, ezért pár éve valakik illegálisan felvittek egy fakeresztet a nagyszínásra, ami többször kidőlt, mert csak leásták, nem volt alapja. Ezt égették el. A Nemzeti Park szerint továbbra sem lehet oda építeni semmit, valahogy mégis sikerült megerőszakolni a törvényt, és a kormányhivatal kiadott egy engedélyt, hogy a régi kereszt beton alapját használva lehet. Csak hogy nem volt a régebbi keresztnek alapja, tehát hibás az egész engedély, ami alap mellett Menczer áll, azt most vitték oda. Ezt az abszurd engedélyt támadta meg a Környezetvédelmi Egyesület, és ha a bíróság körültekintő nem olyan, mint a kormányhivatal, akkor úgy meszeli el az engedélyt, mint annak a rendje. És most jön ez a Menczer, és lejárató kampányba kezd a Dimpi, ez a Dunaipoly Nemzeti Park vezetője, és a Környezetvédelmi Egyesület ellen csodás. Ahelyett, hogy a törvényeket betartaná és betartatná, pelengére állítja azokat, akik teszik a dolgokat. Ja, és még egy kérdés a végére, képviselő úr, azóta azokat a keresztény egyházakat támadják, amik az állam helyett végeznek szociális oktatás és stb. Feladatokat, akkor miért nem emeli fel a szavát keresztényüldözés ellen? Utána néztem, ez a kereszt kb. 5 éve állott, és úgy rémlik, hogy nem ötletszerűen, hanem egy régebbi kereszt helyére állították. Ezáltal a videóban felsorolt növények és állatok közül egy sem pusztult ki, és a kerékpárosok sem emeltek panaszt, hogy a kereszt zavarja őket a természeti szépségek élvezetében. Miről beszél? Viszont nem pusztultak ki. Hát nem pusztult ki azóta. Mert ő elment oda megszámolni. De amúgy szerintem a Nemzeti Park se azt mondja, hogy kipusztulnak, hanem hogy veszélyezteti az élőhelyüket. KDNP Nagykovács, mert ilyen is van. Köszönjük, hogy Menczer Tamás az ügy élére állt. Mindent megteszünk azért, hogy a kereszt újra éke legyen a nagy színásnak. Ez az ország, én nem bírom ezt tovább. Nem, most már benne vagyok. Következő hírünk csak kár.
Dúró Dorát még mindig nem dugták meg. Kimondtam. Amiért múltkor nagyon felháborodtak, hogy erre céloztunk. De szegény Dúró Dora tényleg nagyon szexuálisan frusztrált, ezért minden másba... Célszál, én semmit nem mondtam erről, Ádám. Én csak itt ülök, látod. De hogy látod két meleget, és teljesen felborult a szexualitása, és ezért ugye a WordPress fotókiállítás, amit még adott neki egy kis reklámot, amit köszön a WordPress. De... Dúró Dora, lehet, hogy a gyerekei majdnem melegek lettek emiatt. Hát igen, de lehet, hogy inkább az anyjuk miatt lesz azok. Az a lényeg, hogy benyújtotta, hogy ez most akkor hogy lehet, hogy ez most ez egy gyermekvédelmi törvény, és hát elérte a kulturális sikert. Mostantól 18 év alattiaknak tilos megnéznünk a Nemzeti Múzeum kiállítását. De csak ezt. Szóval, hogyha mondjuk elmenni... Az lenne a legjobb, hogyha az összesből kitiltották hát volna őket legjobb. Most emiatt. És most elment volna egy osztály, mondjuk 16-17 évesek megnézni, hogy mi van a világban. Ma azért a WordPress az segít ezt kicsit perspektívába helyezni amúgy életünket, és hát nem tudnak, mert már 18 év alatt nem látogatható. Köszönjük Dúró Dóra, hogy megvédtél minket ettől a szörnyűségtől. Dúró Dóra közlése szerint megkeresésére válaszolt Csák János közölte, hogy a családok védelméről szóló törvény érvényen jutásának biztosítását kérte számon El Simon László főigazgatónak, aki ugyancsak nem párt. Káder. Így a múzeum szigorította a kiállítás megtekintésének szabályait, és 18 év alattiak számára ezentúl nem értékesít jegyet. Ott rengeteg ilyen háború van, gyilkosságok, tömeggyilkosságok, minden ilyesmiről is szól, mert a WordPress az a, hát olyan fotók, amik csomószor megrázóak a sajtófotók, nem tudom, ezzel valami újdonságot mondtam-e, de hogy nem ez volt a baja, hanem az, hogy volt benne rajta pár melegnek Hello. Meleg idősotthont ábrázoló képsorozaton tekinthetik meg az odalátogatók, például az, hogy női ruhába és tűsarkúba öltözött férfiak rúzsozzák magukat. Figyelj, akkor nem kéne betiltani azt a TV2-es műsort, ahol a nőnek öltöznek? De! De! 8-10 éves gyereknek lehet, hogy nem biztos, hogy ott tesz. De nem az a meleg rész, azt még meg is mutatnám, de hogy ott a különböző háborúknak a képeit mutogatni lehet, hogy de mondjuk egy 17-16 éves, sőt már gimnazistánként el lehet menni ennek, ez még szerintem épül is belőle az ember, de most már úgy látszik esre. Úgy látszik, 16 pluszos volt eddig is. De most már, de mondjuk 16-17 éves nem láthatja. Ez olyan röhelyes. 16 pluszos volt eddig is. Hát szerintem ez is sok, de az... Sok ember nem esett ki ebből végül is. Hát pont az, akiknek fontos lenne szerintem, hogy ilyenek egy kicsit szélesedjen a rálátásuk a világra. Jó, hát az a lényeg, most a Nemzeti Múzeumban is van a buzi propaganda. Ha már bolondokról beszéltünk eddig, akik össze-vissza beszélnek a kamera előtt. Akkor térjünk át a TikTokra. Ez egy nagyon népszerű ember, akiről már beszéltünk annó, milyen összefüggésben. Valami... Áltudományos oltás ellen. Oltás ellen csávó. Az... De közben valami szektás adventista, aki állandóan a gyerekeiről csinál videót. Szeretném, hogyha bemennél most egy kicsit a szobádba, mert ez nem neked való téma, jó? Egy olyan dologról akarok veletek beszélni. Ez is amúgy gondold el, hogy na, csinálok egy TikTok videót. Gyere gyermekem, ülj az ölembe. Ülj ide, benyomom, léci, menj el. Jó, de Ádám, ez a drámai hatás miatt kell. Hát de bazd meg, nem de röhelyes, bazd nem, meg. Nem ebbe fog berokkanni annak a gyereknek a lelke, hanem a mindennapos... De akkor is mennyire röhelyes, bazd meg. A mindennapos terhelésben, amivel... Van annak a gyereknek nagyobb baja is, ez biztos. Na nézzük, mire jött rá ez a szektár zseni. Még a megnevezését se akarom, hogy hallja Ródi. Ez a Hell Will Win, amire minden évben olyan nagy boldogsággal... Hell will win. Ez mi? Ez a Halloween. Hát ez nem Hell will win. Nem, Ádám. Hát ez a Hell will win, hát ezt... bazd meg, Ádám. De azt ő is tudja, és meg a kommentekben is megmondták neki, hogy ez a Halloween nem a Hell will win. Teljesen más honnan jön ez a kifejezés. Jó, de... Ádám, szerintem nem véletlen, hogy ilyen a neve, hogy ezt így rá lehet húzni, nem? Nem, direkt. Nem... Direkt, hogy az én idióták. Ez nem véletlen. Magyarra lefordítva a pokol nyerni fog. De valójában mit tanít a Halloween a gyerekeinknek? Egy. Most mondtad ki. Előbb azt mondta, hogy ki se akarja mondani. Hát a gyerek elő. Ja. De most már elzavarta a gyerekét, most már lehet. A félelem és a halál vicces. Mi az? Szaros Hellraiser. Félelem és a halál vicces, ezt tanítja Halloween. Aha. Mm-hmm. Hogy a gyerekek nem is ilyen félelmetesen szoktak beöltözni, hanem pókembernek, meg ilyeneknek. Én meg, ami nem tudom, a Bibliában nincsenek ennél zűrösebb sztori. Sokkal rosszabbak vannak. Hát tudta a pókembert odarakni, hanem egy Hellraisert kellett odarakni a bazd meg. Nézd, egy gyerek így jött. Jézusom. Jézus, az egyik bejött, az egy tök. Jézusom, egy tök.
Másik meg egy csontváznak, hát ez szörnyű. Hát ez a halál kultúrája. De várjál, de nem, nekem ez az a gond, hogy csak ilyen gyerekeket látok most már, nem tudom, hetek óta, bazd meg. Teked már vissza. Nem érdekel, már csak el. Bence azt írt, hogy szétnap tapossa a papa gyereket. Ezt a tökösöt. Kussoljál, Bence. Kettő. Boszorkányság, a bálványimádás és az okkultizmus mó. Te mondod szektásként, bazdany. Mi a bálványimádás? Sem. Tök. Na megint, bazdany, ott tartunk, hogy a gyerekek beöltöznek valami mókásnak, elmennek, kapnak cukrot, ami még nem egy kilakú dolog itthon, de... Kusolj már, ezek pogány ünnepek, bazd meg. Majd beöltöz a semmikor, mert a keresztényeknél nincsen beöltözős buli, hanem nem tudom. Majd elmész a templomba, és kussolsz. Jó. Három. Szellemekkel, démonokkal, következmények nélkül játszhatsz. És felnőtt ember. Mi van ez az országa? Hogy lehet, hogy minden napra jut ennyi bolond, bazdmeg? Én ezt nem tudom el. Jelenleg ugyanaz. Nem, egyik nem ugyanazok, az egyik TikTokon, több száz, 300-400-en követik ezt az embert TikTokon. Igen, de múltkor is ugyanez a tökkel ütött ember jelent meg. Egyik átad egy padot, a másik bazdmeg keresztény üldözés kiállt, a harmadik meg... Igen, de nem ezek is mind ugyanazok. Bazdmeg minden hétre jutna egy Mencer Tamás, meg egy ilyen hülye gyerek. Ezek az emberek, ezek bolondok, és minden héten bolondok. A népszerű kultúra előrébb van, mint az Isten törvényei. Mi ez? Mi ez a kép? Megőrülök. Ezeket hogy találta meg? Ez valami forgatás. Jó, mindegy, hát lehet, hogy beöltözött ilyennek. Tényleg, amúgy ott vannak a kameracucok a háttérben, nézd meg. Megvadulok, bazd meg. Teljesen azt érzem, hogy értelmét vesztett, fi. Ha a halloweenozást megengedjük a gyerekeinknek, ne kérdezzük azt pár év múlva, hogy vajon mit rontottam el. Mert hogyha a gyerekei soha nem fognak szóba állni vele, akkor ne kérdezd, hogy mit rontottál. Amúgy végül is tök jogos dolgok, nem? Szerintem se kéne démonokkal cimborálni. Ez, hogy a popkultúra az előrébb van, mint a 10 parancsolat mondjuk állnám. Ez nem helyes, nem? Ezt azért csak átérzed. Itt van a Halloween, szóval All Hallows Eve minden szetek napja mondatból származik. Az ijesztő jellemezek pedig a gonosz lelkek elijesztésére lettek kitalálva. Irkeresztény eredetű ünnep, írta valaki. Erre válaszolt ez a csávó, hogy és tényleg elijesztik a bukott angyalokat, akik semmitől sem félnek és pusztítanak? Sokkoló, sokkolt smiley. Én megértem azt, hogyha valaki hívő keresztény, és azt mondja, hogy mondjuk nem tudom, vannak a popkultúrában dolgok, amikkel problémája van. De az, hogy ennyire szélsőségesen belátni a szaros Halloweenbe ezt, hogy akkor itt most az ördöggel cimborálnak az emberek, és elveszítik a lelküket, hogyha ebben részt vesznek. Annyira nagyon nehéz ezzel mit kezdeni. Annyira nagyon nehéz erre mit mondani. Mert tényleg egy borzalmas bűtség. Felnőtt emberek, mindig eszem jut. Ha valaki lemaradt, akkor így most már még egy csatornánk van. Egy kicsit messzebbről indítanám. Most a fókuszcsoport epizód, ami kijött a hétvégén, azt mindenkinek ajánlom, mert szerintem egy nagyon fontos témáról szól, az áltudományokról. És felvezet egy csatornát, egy új csatornát. Gyakorlatilag ez a két epizód valahol összeér a végén. Szóval, hogyha megnézitek, nézzétek végig. És elkezdtünk egy új csatornát, amit már régóta terveztünk, egy tudománnyal foglalkozó csatornát. Nem ezért előadások lesznek két órában, ahol belemegyünk minden egyenlet. Meg ilyenek. Még nem tudjuk, mi jön ki belőle, még csak egy videó van, meg majd tervezünk több tudomány ágban videókat, de először azt szeretném, hogy először összejön ez a műsor a bioszférás a Júlcsival, hogyha az már jól megy, meg összeállt, meg kitaláltuk a formátumot, hogy működik a legjobban, akkor majd gondolkozunk, hogy lehet tovább fejlődni, de most már az első rész fönt van, a másodikat most vágom, szerintem még jobb lesz amúgy, a harmadikat meg valószínűleg héten forgatjuk, szóval elkezdjük ezt a dolgot. Világjegy a neve, a csatorna a leírásban ott lesz, de hogy nézzétek meg a fókuszcsoportot is, mert összefügg a kettő, hogy miért kezdtük el ezt a csatornát, miért is, mert amúgy is akartam, de hogy most sokat beszéltünk az áltudományokról, eléggé megpróbáltam összeszedni az áltudományokkal kapcsolatos dolgokat, és majd most hétvégi fókuszcsoport rész meg az ezoterikával. Hát ezt nem mondom, hogy foglalkozik, de egy kicsit ilyen cringe-elősebb, mokázósabb lesz. Mit lehet az ezoterikával komolyan foglalkozni? Százszor megcáfolták már ezeket, vagy ami még jobb, sose bizonyították, az a más.
ami jóslatokat tettek neked, az még lehet, hogy bejöhet. Még lehet. Mindegy, linkeljük a leírásban mindkettőt, nézzétek meg a dolgokat. Most eszembe jutott erről, hogy azért a közben a Sebestyén Balázs, aki ugye egy tisztelt, és amúgy én is alapvetően csomószor intelligens embernek látszik meg az is, és nyomatta az ilyen szektás spiri dolgait, ami értetetlen számomra, hogy milyen hülyeségek hangzottak el, és csak azért, mert Sebestyén Balázs híres, és sokan szeretik, és jól ki tudja fejezni magát, már mindenki agyon szopkodja, miközben olyan blödségeket mondott abba a Telex interjúban, hogy ez egyszerűen elképesztő. Ja, és azt mondta, hogy majd biztos ki fognak ragadni mondatokat, meg minden, de hát akkor nem kéne hülyeségeket beszélni, baznek. Mert hát ha elmész valahova, Telexbe interjúra, akkor számíts arra, hogyha valamit mondasz, akkor igenis arra reagálnak az emberek, mert elég sokan hallgatnak téged mindenhol. De ez vajon egy kiragadott mondat, ez a két bekezdés? Hát csokkal, olvasd fel a Balázs hangján. Továbbra is tartom, hogy a nyugati világ legnagyobb kudarca a sebészkés. De ezt arra alapozom, hogy az emberi szervezet és a tudat önmagában elképesztő dolgokra képes. Amúgy ezt nem vitatjuk. Az emberi szervezetet szerintem úgy kellene felfogni, mint ami képes megbetegíteni és meggyógyítani saját magát. Egy holisztikus szemléletben, ha megértjük és elfogadjuk azt a tényt, és erre már azért vannak klinikák, látásmódok, központok, akik így gyógyítanak, hogy van élek és van test, és a kettő nem egy, akkor azt is tudjuk, hogy önmagában a traumák által a lélek hogyan betegíti meg saját magát, majd utána a fizikai testet. Én azt gondolom, hogy a fizikai test megbetegedése az nem más, mint a lélek betegsége. Az ember ugyanúgy képes meggyógyítani saját magát, de mivel tudatunk nagyon behatárolt, és nagyon minimális a valódi tudásunk, ezért megérkezett a nyugati sebészkés. De a sebészkésnek nem kellene csak azt a sebet felnyitnia. Például német klinikákon már a rákkutatás és a rákgyógyítás is úgy zajlik, hogy holisztikusan elkezdenek foglalkozni az ember lelkével is, de legalább annyit beletesznek annak feltérképezésébe, hogy mi vezetett addig, hogy rákos lettél, mit vonzottál be, milyen traumád van, mit nem dolgoztál föl, miért betegíted meg saját magad. Nem egy kívülről jövő dolog történik, hanem elindítasz egy programot, ami alapján egyszer csak lehívsz egy pajzsmirigy betegséget, egy rákot, vagy elindítasz magadban egy önmegbetegítést, ez a szakszó, önmegbetegítést azért, mert van valami, amivel te meg akartad betegíteni saját magad. Én nem értem már, mi ez a probléma. Amúgy azt el kell ismerni, hogy abban igaza van a Balázsnak, hogy a test és a lélek problémái, azok gyakran összefüggésben nem is ilyen lehetnek. Itt azt ferdíti a Balázs, hogy a német nem tudom milyen klinikán van pszichológus is, aki foglalkozik a rákbetegekkel. Ezt azzal forgatja át a Balázs, hogy Németországban már azt vizsgálják, hogy mivel hívtad le a rákot. De hívtad, geci. Ne is kezdjük el, mert akkor rosszul leszhetem csakkal. Ja, megyek a onkológiára kivizsgáltatni magam. De hogy ez annyi kifejezetten káros hülyeség van ebben, ilyenek miatt szokták a spirik elutasítani a rendes kezelést. Nyugati világ legnagyobb kudarca a sebészkés, az egyik legnagyobb érdem a sebészkés. Mi az a hülyeség? A sebészet bazdmeg egyik legjobban fejlődő ágat a orvostudománynak. Eltértünk Ádám a gyökereinktől. Oda kéne visszamenni, amikor még belehaltunk egy náthába, bazd meg, amit lehívtunk. Meg lehívta egy csomó ember, nem tudom, a himlőt, meg ezeket, nem? Igen. Meg a gyerek, aki nem tudom, a gyerek... 2 évesen meghal leukémiában. Igen, lehívta. Az lehívta. És ezeket komoly arca, Balázs, ez az álintellektusával úgy fel tud kúrni az ilyen agyhalott parom spirituálisok, hogy akkor majd menjen beszéljen valakinek, akinek a gyereke ez egy leukémiás, és hát majd Balázs tényleg mit mond? Mit mond azt, neki? Hogy nem kellett volna lehívni a hülye gyereknek. Bazd meg az anyádat tényleg. És értem, hogy nem akar rosszat a Balázs, de az a legjobb, amikor próbálnak hivatkozni a tudományra, de ők is tudják, hogy ez nem egy elfogadó dolog, amit mondanak, úgyhogy hivatkoznak, hogy valahol valamit csinál valaki, és azt is összekeverik és összemossák, hogy te mondtad. De hogy ez a mindenki lehívja a betegségeket, nem így működik. Igen, az, hogy hogyan érzed meg, hogy állsz hozzá, azt a placebónak is van hatása, erről is beszéltem, de annak egy elég erős limite van valahol a placebónak, szóval ilyen az, hogy rákot meg ilyeneket, ezt nem lehívod meg, hogy akkor valaki rákos lesz, és akkor elkezdi magát hibáztatni, és aztán, hogyha ez a pozitivizmus van, nem gyógyul ki, akkor az is az ő hibája biztos, és akkor teljesen agyhalálba az meg ez a hülyeség, amiket összehordanak. Ezekről is beszéltem a Fókusz csoport epizódban, úgyhogy én ezt előtte nem is láttam. Amúgy ez olyan szint, Ádám, hogyha belgondolsz, mint
mint a boszorkány üldözésnél, nem, hogy akkor most valaki boszorkánya. És akkor meg kell vizsgálni azzal, hogy belebaszod a vízbe, és fönnmarad a vízen, mert hogyha fönnmarad, akkor nem tudom, akkor boszorkány. De hogyha elmerül, akkor nem volt boszorkány, csak akkor megfullad. Na, nagyjából ilyen szinten van a Balázs most ezekkel, amiket most arról mondod. Beszél valaki, hogy igen, kiragadnak mondatokat. Na, arra úgy, az azért egy elég összefüggő mondat. De bazzeg, elmegyek és ilyeneket mondok, aztán csodálkozom, hogy valaki reagál rá, vagy mit szeretett volna a Balázs, hogy senki ne beszéljen arról, amit ő mondott, mert akkor meg mi nekem megy el elmondani ezeket a dolgokat. Na, arra úgy már ők is naponta reagálnak a rádióban mindenféle embereknek, mindenféle mondataira. Én meg fogom hallgatni az egészet, Ádám, aztán javaslom neked is, hallgass meg, és akkor majd holnap rá tudjuk mondani, hogy tényleg hülyeségeket beszélt össze-vissza, vagy nem. De amúgy tényleg te az eléggé beszédes, hogy ez a két és fél bekezdés. Tehát ez nem arról van szó, hogy itt most egy mondat, hogy azt mondta volna, hogy lehívsz egy rákot, és akkor ezt így kiragadtak, hogy mi? Lehívsz? Te idióta! Hanem az egész összefüggő több mondat. Az értem, hogy nem orvos szavagodó, értem, hogy járorvos, az nyilván járorvos, az már így nem tudja meggyógyítani magát, amiket állít, de hogy attól még szerintem kifejezetten káros ezeket a hülyeségeket terjeszteni óriási nagy embertömegek előtt. És értem, hogy ő megvilágosodott, értem, hogy ő híresebb, több a szakálla, meg nem tudom, gazdagabb, és akkor rá kell hallgatni, hogy nem tudom, de attól még idiótaság, amiket mond. Igen, és ha ugyanezt egy ordibáló csövestől vagy egy spiri lánytól hallgatnád meg, akkor te is kritikusabb lennéd a Balázs, hát akkor el kell gondolkoznom ezen, mert ő mert miért is? Mert híres. Attól még, hogy egy jóképű, híres, vagy hatalmas ember, vagy hogy mondjam, vagy nagyhatalmú, vagy egy választott képviselő mondja, vagy egy államtitkár, vagy egy rádiós műsorvezető, vagy egy ordibálott csöves, attól még minden, amit így hallottunk, lehet egy büdös nagy hülyeség. Szerintem a helyén kell kezelni ezeket az embereket, tehát lehet ettől még szeretni a Balázsék reggeli műsorát, lehet hallgatni, lehet jót szórakozni rajta, csak érdemes észben tartani, hogy amikor valami véleményt mond, és azt veszed észre, hogy mindennel egyetértettél, amit mond, akkor lehet, hogy valami probléma van. Ugyanez áll fönn a Menczer Tamás esetében is, és ugyanez áll fönn a ordibáló csöves esetében is. Ezért gondolsz? A Halloween-os csávóra? Igen. Már azt hittem, őt fogod mondani. Az ő esetében is. De nem, hát én még nem hallottam olyan dolgot, ami érdemi lett volna. Erős hétfő, szép látlelete adnak az országnak, de hát ebben a közegben próbáljuk megőrizni a józan eszünket, ami tudom, hogy nem egyszerű. Tényleg nézzétek meg a fókuszcsoport videót, ott is nagyon sokan nem szeretnek a kommentekben engem, és még valószínűleg még lesz az még rosszabb is. De egyszerűen muszáj megőrizni a józan eszünket, akár mennyiszer mondják az ellenkezőjét. Nyilván meg kell vizsgálni mindent, de amikor megvizsgálsz valamit, és csak nem hiszel el valami teljesen bemondásra, mint az, hogy amiket most például a Balázs mondott, akkor nehéz tényleg megőrizni a józan eszedet. És ez az ország nem segít ebben, amikor meg azt látod, hogy a politikusok meg már teljesen elment az esze. Lásd azt a környezetvédő Tamás. Sok sikert a józan eszetek megőrzéséhez. Hogyha pedig rendes fektekre vagytok kíváncsiak, bázisolt információkra, akkor menjetek a Világi egy csatornára, és nézzétek meg, ott van kint már az első videó. De hogyha áltudományokról szeretnétek még többet hallani, akkor esetleg gyertek vissza holnap ugyanebben az időben, mert mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek. We'll be right back.